Ebben a néhány videóban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy mit mond az írás a fej befedéséről, és milyen fejviseleteket láthatunk, mint férfiaknál, mint nőknél. Még annyit hozzátennék, hogy nem azt mondom, hogy el kell fogadnia mindenkinek ezt, amit itt hallani fog. Én csak azt mondom, hogy ez az, amit én találtam ezzel kapcsolatban. Aztán mindenki eldönti, hogy milyen következtetéseket von le ezekből, illetve, hogy aztán milyen változtatásokat hajt végre az életében, vagy nem hajt végre. Azt sem mondom, hogy ez az üdvösség kérdése, hogy ki mit visel a fején, vagy hogy, vagy mikor. Én csak azt mondom, hogy azok, akik szeretnék járni ezt az utat, és közelebb kerülni ahhoz az úthoz, melyet az Atya kijelölt számunkra, azoknak ez tanulságos lehet. Avri 10, így szó. Ez ugye az áldozatról szól, ahhoz, hogy a főpap egyszer egy évbe áldozathoz. Nézzük meg a 6-os verset. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedvelti. Egy. Akkor mondá, ívé itt vagyok, hogy cselekedjem, ó Elohim, a te akaratodat. 9-es. Ekkor azt mondta, ívé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. 2. Eltörli az elsőt, égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Meghagyja a másodikat, hogy cselekedjem a te akaratodat. Erről beszél. Nem arról, hogy eltörli a törvényt, vagy mostantól szabad rablás van. Arról beszél, hogy eltörli az elsőt, az égő és bűnért való áldozatokat, és meghagyja a másodikat. Mi az maga a törvény? Ez Elohim akarata. Zsoltárok 49-es. Ez is szó szerint idézett onnan mellesleg. Ez az ő akarata. Ez az, amit ő akar, hogy cselekedjük a törvényeket. Eltörli az elsőt, égő és bűnért való áldozatokat, meghagyja a másodikat, a te akaratodat. Világosan leírja, eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat, amely akarattal szenteltetünk meg egyszer s mindenkorra. Mi az az akarat? Az, hogy cselekedjem Elohim akaratát. Ez az az akarat, melyen megszenteltettünk, mely a Hushach Mashiach testének megáldozása által, hogy eljön a Ruach HaKodesh, és vezet minket, hogy azt cselekedjük, amit ő akart. Mi az ő akarata? Elmagyarázta, hogy a törvények szerint éljünk. Tehelim 49-es, hogy teljesítsem a te akaratodat, a törvényed a keblem közepette van. Ez az, amiről beszél. Amiről itt beszél. Hogy cselekedjem a te akaratodat. Nem véletlenül idézi pontosan innen. A törvény a keblem közepette van. Eltörölte az előzőt, az áldozatokat, meghagyta a másodikat. Ezt az akaratot hagyta meg az ő áldozata által. Aki hisz, az úgy fog élni aztán, és a törvénye lesz az ember szívének közepében. Folytatja ugye, hogy a pap naponta viszi az áldozatokat magáért és a népért, aztán azt mondja, hogy ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre üle Elohim jobbjára, hiszen ő az a főpap, aki a mennyei Kadus-Kadusimba szolgál. Erről tesz tanú bizonyságot ugye a Ruach HaKodesh is. Ez az a szövetség, melyek kötök velük a ma napok után, mondja Jahua. Adom az én törvényemet az ő szíveikbe és az ő elméjükbe írom be azokat, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig a bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Mivel hogy azért atyám fiai bizodalmú van a szentélybe való bemenetelre, Jahusá Hamásiák által. Azon az úton, melyet ő szentelt nékünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lévén nagypapunk, azaz főpapunk Elohim háza felett. Ő általa tudunk majd bejutni, ha amennyiben úgy élünk, ahogyan ő élt. Még nem tartunk ott, hogy ott legyünk, ahol ő van a Kadus-Kadusimban, a legszentebb szentélyben. Mi bemehetünk az első sátorba, de nem mehetünk be a következőbe, hiszen ő az, aki ezt az utat kijárta nekünk. A kárpit pedig az ő teste volt. Azáltal, hogy a földi teste, azaz a földi szentély, ami nekünk van a földi szentély, ami mi vagyunk, azt ő feláldozta, kinyitván az utat, bemehetünk a szentélybe, onnantól azonban ő az, aki a Kadus-Kadusimba, vagy a legszentebb szentélybe helyettünk, vagy értünk közben jár.
1 Korintusi 3, 16-17 így szól, nem tudjátok-e, hogy ti Elohim temploma vagytok, és Elohim ruhákja vagy lelke lakozik bennetek, ha valaki Elohim templomát megrontja, megrontja azt Elohim, mert az Elohimnek temploma Kodes, ezek ti vagytok. Megmutatta ezt az utat azért, hogy járuljunk hozzá igaz szívvel, a hitnek teljességével, a hit cselekedetekben nyilvánul meg, mint akiknek szívök tiszta, a gonosz lelki ismertő, azaz nincs bűnük, egy a hukkanon, egy János 3-4, törvény nem szegik meg, testük meg van mosva vízzel, Efézusiakhoz 5-25-27, miképpen másiák is szerette a gyülekezetet, az eklézsiát, és önmagát adta azért, hogy megszentelje azt, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. Erre utal itt, hogy testük meg van mosva vízzel. A víznek fürdőjével az ige, azaz a szó által. Hogy legyen szent, kodás és fedhetetlen. Ugyanerre figyelmeztet itt is. Felsorolja azokat a dolgokat, ahogyan az ember kodás és fedhetetlen lehet. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hűséges az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás véget. Azaz csak vannak cselekedetek, melyeket nekünk végre kell hajtanunk. Egy érdekességet szeretnék mutatni, akit érdekel, a szentély szó, ez ugye zsidókhoz 10, ez a szó szentély itt ugye a legszentebb szentét jelképezi, illetve jelenti, ez zsidókhoz 10-19, a legszentebb hegion. Míg ugyanez a kifejezés zsidókhoz 9, első versben a földi sátrat jelenti, hegion. Azaz ugyanaz a szó, ugyanazt a szót használja mindkét dolog kifejezésére. Azonban, mikor arról beszél, hogy a második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek a kadus kadusimnak, a szentek szentének, azt úgy fejezi ki, hogy hegion, hegion. Kadus kadusim a legszentebb szentség. Úgyhogy különbséget kell tenni a szentély között, hegion, illetve a kadus kadusim, hegion, hegion között. A szent hely a 9-es fejezetben, zsidókhoz 9-es fejezet, egyel korábbi verszak, szent hely, hegion. Ugyanaz a szó jelenti mind a kettőt. Hegion, szent hely, egyértelműen itt az első sátor, míg a második sátor, hegion, hegion. Úgyhogy igenis van jelentősége annak, hogy megnézzük az eredeti szöveget, és annak az ismeretek, amit abból le tudunk szűrni. Két kárpit van, két sátor, két templom különböző dolgokat jelent. Az első mögé be tudunk jutni, a második mögött dolgozik a másiák, és ő az, aki közben jár a mi bűnünkért, ő az, aki megmutatta, hogy hogyan lehet oda eljutni, és oda el fogunk tudni jutni, akkor, amikor már a testünk nem lesz az útban. Ahogyan ő is, az ő saját testével, ami a kárpitot jelképezte, az első templomnak a kárpitját, hiszen a test maga a templom, miután feláldozta, bejutott a kadus kadusimba, a hegion hegionba, a legszentebb szentébe. Ugyanúgy, ha mi úgy élünk, ahogy ő, el tudunk jutni oda. Amit tennünk kell, az, amit itt az előbb megnéztünk, azokat a dolgokat, hogy úgy élünk, ahogyan ő élt, akkor tudjuk magunkat, mint áldozatot bemutatni, és a végén ez elfogadható lesz, és aztán eljuthatunk a kadus-kadusimba, vagy a hegion-hegionba. Addig azonban ő az, aki közben jár, értünk. És úgy kell élnünk, ahogyan a Tora, az instrukciók, vagy az útmutatás azt meghatározta. Hogy mutassak még egy érdekességet ezzel az egésszel kapcsolatban. Ez pedig Vaikra, 3 Mózes 16 és 29-es vers így szó. Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok a 7. hónapban. A hónapnak 10-én sanyargassátok meg magatokat,
Semmi munkát ne végezzetek se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Mert ezen a napon engesztelés lesz, értetek, hogy megtisztítson titeket, minden bűnötöktől megtisztultok Jahó előtt. Szombatnak szombatja ez néktek, sanyargassátok meg magatokat azért, örökké való rendtartás ez. Végezzen engesztelést a pap, akit felkennek, és akit az ő tisztére felavatnak, hogy pap legyen az ő atya helyett, öltözködjék gyolcs ruhákba, szent ruhákba. Végezzen engesztelést a szentek szentért, kadus kadusim, hegion hegion, a gyülekezet sátoráért, azaz a külső sátor, az oltárért is végezzen engesztelést, sőt a papokért, az egész összegyülekezett népért végezzen engesztelést. Örökké való rendtartás legyen ez nálatok, hogy egyszer egy esztendőben engesztelést végezzenek Izrael fiainak minden bűnéért, és úgy cselekedék, amint megparancsolta vala nekik Mose Izrael fiainak, és a közöttetek tartózkodó jövevény, azaz mindenki. Ez az, amiről ír Ávri zsidókhoz 10 a törvényben jövendő jóknak árnyék, ha nem maga a dolgok képe van. Azokkal az áldozatokat, melyet esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat, különben megszűnt volna az áldozás. Esztendőnként bűnre emlékeztettek. Miről beszél itt? Az arról, hogy egy évben egyszer végezzen engesztelést a népért és annak bűneért. Ez, ami emlékeztette őket a bűnre, azonban eljött a tökéletes főpap, a tökéletes áldozat, és ezzel ez megszűnt. A fizikális áldozás. Azonban, ha mi nem úgy viselkedünk, akkor nem leszünk elfogadhatók, hiszen nem azon az úton járunk, melyet ő kinyitott számunkra. A másiak bemutatta az áldozatot, és azt, hogy hogy kell élni. Ő maga bűntelen volt, ő maga volt az áldozat, saját magáért, ő be tud oda jutni. Ő közben jár a bűneinkért, és a Ruach HaKodes vezérel minket, hogy a végén mi is lehessünk ezek az áldozatok, és mi is eljussunk oda. Így azonban ebben a pontról állapotban nem vagyunk képesek az atya elé járulni. Ez az, amit mindenkinek meg kellene érteni. Nézzük meg azonban ennek a fejezetnek az elejét. Ez ugye Vaikra 3 Mózes 16. Így szól a Jahua Mosénak, Aharon két fia halála után, akik akkor haltak meg, mikor Jahuához járultak vala. És mondja Jahua Mosénak, szólj a te atyád fiának Aharonnak, hogy ne menjen be akármikor a szent helyre a függönyön belül a fedél elé. Azaz az ember nem mehet be, még ő sem, a főpap sem tudott bemenni a szent helyre a függönyön belül, akármikor, vagy akárhogyan, amely a láda felett van, azaz ez a kadus-kadusim, vagy a legszentebb szenté, hogy meg ne halljon, mert a felhőben jelenek meg a fedél felett. Hanem ezzel menjen be Aharon a szent helyre, egy fiatal tulokkal bűnét való áldozatul, és egy kossal égő áldozatul. Azért mondja, hogy a szent helyre a függönyön belül a fedél elé, hogy egyértelművé tegye, hogy ez a szentek, a legszentebb szentély, ahova bemegy. Hiszen a függönyön belül a szentély, ott van a láda, ott van a fedél elé, ezért így, ilyen módon tud bemenni. Nézzük meg a ruházatát. Gyolcsból készült kodes köntöst öltsön magára, gyolcs lába való, lábra való legyen a testén, gyolcs övvel fedezze meg be magát, és gyolcs süveget tegyen fel. Kodes ruhák ezek mossa meg azért a testét vízben, és úgy öltse fel ezeket. Ez az, amire utalt zsidókhoz, hogy ezek a hogy cselekedetek, a mosás, stb. Ez nem volt elegendő, ez csak egy ideig szólt, ez volt a jövendő jóknak a képe, az, hogy eljött az az ember, aki úgy tudott élni, ezt akarta mindig. Ez a sátor jelképezi az embert, a fridláda jelképezi az ember elmét, amiben az ő parancsolatai vannak, ez a szent hely, azután a teste jelképezi a külső részét a templomnak, a cselekedetei jelképezik ezeket az állatáldozatokat, a gondolkodása, a tudását, a torának, az instrukcióknak. Ez egész a jelképe volt az embernek. És eljött az az ember, aki megmutatta, hogy az minek volt a szimbóluma, amit megadott nekik az elején, hogy hogyan kellett volna azt a gyakorlatba ültetni. A probléma az, hogy
mindenki unalommal lapozgatja végig ezeket a fejezeteket, hogy mekkora a templom, milyen ruha, stb. Közben minden ruhának megvan a maga jelentősége. Például annak, amiről beszél, a köntösről, a gyors lábra való, a süveg, az öv, köntös, lábra való, öv, süveg, szent ruhák, és az, hogy megmossa magát a vízben. Nézzük meg, mit ír Saul Efézusiakhoz írt levelének 6. fejezetében. Annak okáért vegyétek fel Elohimnek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Mik ezek a ruházatok? Mik ezek a fegyverek? Álljatok át elő körül, övezvén derekatokat igaz lelkűséggel. Ez az az igaz lelkűség, amiről itt beszél. Felöltözvén az igazságnak melvasába. Felsorúzván lábaitokat a békesség evangéliumának vagy jó hírének készségével. Ez a gyolcs lábra való. Mindezekhez fölvén a hitnek pajzsát, melyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösségnek sisakját is fölvegyétek. Ez a gyolcs süveg vagy turbán, amit a fejükre tesznek. És a léleknek kardját, mely Elohim beszéde. Ez pedig a vízzel való megmosás, hiszen tudjuk, hogy Elohim beszéde vagy szava az a víz, ami életet ad. Ez az, amire mindenkinek fókuszálni kellene, mikor olvassa ezeket a dolgokat, hogy megértse azt, hogy hogyan épül fel a templom, mi a szerepe annak, hogyan vagyunk mi a templom, melyik a templom részei, mi az, amit elvár tőlünk annak érdekében, hogy eljuthassunk oda, ahol most a Mássiák van, hiszen mindenki oda szeretne jutni az Atya jelenlétébe, hogy ott lehessen ő is, ahol a Mássiák van. Azonban most nem tudunk oda jutni. Rajta keresztül tudunk, bejuthatunk a szentélybe, hiszen mi vagyunk azok. Amennyiben az elménk a helyén van, akkor tudunk kapcsolatot teremteni vele, amennyiben úgy élünk a Tóra instrukciók szerint. Azonban azon kívül nincs más lehetőség. Ez az, ahogyan Áron be tud jutni a szentélybe, a legszentebb szentélybe. Ez az, ahogyan mi is be tudunk jutni. Ahogyan leírta azt itt Saul, azért mutatja meg, hogy mi mit jelent, hogy tudjuk, hogyan lehet oda jutni majd a végén. Áldozza meg Áron a bűnért való áldozati túlkot, mely az övé, saját magáért, ugye ezt a Jahusának nem kellett, és végezzen engesztelés magáért és háza népét, hiszen ő úgy élt. Ő maga lett az áldozat a háza népéért. Ugye itt leírja az egyik bakot, a másik bakot, amit magáért, a másikat Jahuának áldoz. Leírja azt is, hogyan áldozza meg ezután a tömjénezőt, az eleven szénnel, aminek mindnek megvan a jelentősége, hogy mi az, amit jelképez. Megteszi magáért, aztán ölje meg a bűnért való áldozati bakot, amely a népé. Először megáldozza azt a bakot, amelyre Jahuáért való sors esett, és készítse el azt a bűnért való áldozatot. A bakot, melyre Azazelért való sors esett, állassa elevenen Jahua elé, hogy engesztelés legyen általa, és küldje ki azt Azazelnek a pusztába. Az egyiket kiküldi, a másik pedig megmarad. Az egyik elviszi a bűnt, a másikat pedig feláldozza. Feláldozza először a saját magáért való bakot, aztán pedig megöli a másik bakot a kettőből, mely a népért van. És annak a vérét a függönyön belül viszi. És ott fogja meghinteni majd azt a fedélre és a fedél elé. Így szerez engesztelést a szent helynek a bűnök miatt. Mindenféle bűn miatt. És aztán a gyülekezet sátorával is így cselekszik, azaz a bűnt arról is lemossa a vér által. A gyülekezet sátorában nem lehet senki, a vért pedig körbehinti az oltáron, a frigyládán, aztán kimegy a külső oltárhoz is, és mindent megtisztít ezzel a vérrel évente egyszer. A szent helyér, a legszentebb szentségér, a gyülekezet sátoráért, az oltárért, mindenért. Ezután megmossa a testét vízben, aztán felöltözi a saját ruháit, kimegy, elkészíti az égő áldozatát, a nép áldozatát, és engesztelést kér magáért és a népért. A Mássiák, mikor itt járt, ugye ez zsidókhoz 10. fejezet,
egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre ül-e Elohimnek jobbjára. Ő ezt egy áldozattal végrehajtotta, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket, azokat, akik elfogadják a Ruach HaKodes vezetését, és úgy élnek, és felöltik majd ezt a ruhát a végére, hiszen a saját életük és az azáltal bemutatott áldozat majd eljuttatja őket a Kadosh Kadoshimba, vagy pedig a Hegionba, vagy a legszentebb szentségbe. Jehezikiel, Ezikiel 24:15-17 így szól, és lőn Jahua beszéde hozzám, mondván, embernek fia, ímé, én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal, és ne sírj, és ne jajgass, se könnyed ne hújon. Fohászkodjál csöndesen, halottakért való sírás ne tégy. Fejékességedet köst fel, saruidat vedd lábaidra, és ne fedezd be bajuszodat, és az emberek kenyerét ne egyed. Köst fel fej ékességedet, ez a szó fej ékesség, ez pedig a héber szó. Ami egy fejékesség, egy dísz, vagy egy turbán valamiféle fejviselet. Valamilyen ékesebb vagy díszesebb verzió lehet ez a leírások alapján. Vagy egy tiara, vagy diadém, vagy korona, valami ilyesmi. Egy fej dísz. Mely összekapcsolódik egyrészt a gyásszal, másrészt azzal, hogy ő felékesíti magát, és így járul Jahua elé. 3 Mózes 13:45, a poklos ember pedig, akin a fakadék van megszaggatott ruhában, és mezítelen fővel legyen, és a bajuszát fedezze be, és ezt kiáltsa tisztátalan, tisztátalan. Pont az ellenkezője annak, amit tanácsolt Hezikiélnek az előbb, és amit tanácsolt ugye a főpapnak, hogy ne szaggassák meg a ruháikat, és ne fedezzék fel a fejüket. Szóval ez az ellentétje annak, mikor az ember felfedi a fejét, megszaggatja a ruháit, felfedi a bajuszát, befedi a bajuszát, ez a tisztátalanság az egyik jele. Ugye ezt mondta Áronnak, az ő fiainak, a papságnak, Eleazárnak, Itamárnak, fejéteket meg ne mesztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok. Haragra ne gerjedjen Jahua az egész eklézsia vagy gyülekezet ellen. És már erről volt szó korábban, de nézzük meg még egyszer, hogy milyen módon is tudunk ehhez kapcsolódni, hogy mi vagyunk már ez a sátor, vagy ez az idézőjelben tett templom. Második Korintusiakhoz írt levelében Saul az 5. fejezetben így ír. Mert tudjuk, hogyha mi földi sátorházunk elbomol, úgy, ahogy a másiáké, épületünk van Elohimtől, nem kézzel csinált örökké való házunk a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat. Azaz megcsinálni ugyanazt a mintát itt lent, amit majd ott fent. Ha ugyan felöltözötten is mezíteneneknek nem találtatunk. Mert akik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén. Mivel hogy nem kívánunk levetkőzni, hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje azt az életet. Azaz úgy élni, hogy eljussunk oda a végén. Aki pedig minket erre elkészített, Elohim, aki a Ruach zálogát is adta minékünk. Azért, mivel, hogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk Adonájtól. Mert hitben járunk, nem látásban, bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és elköltözni az Adonájhoz. Azaz, az egész élet célja az, hogy a ruák vezetésével eljussunk majd abba a sátorba, ami a mennyekben van felállítva. Ennek a mintája vagyunk mi, egy templom az ember teste. Péter első levelek, Hefa első levelek, második fejezet 7-től 9-ig így szól. Tisztesség azért néktek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává. Ez ugyan másiák. Aki nem hisz benne, azok az a veszte, aki hisz, annak pedig ő a vezetője. Akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, mi az ige, az Elohim szava, a Tanák, a Tora, a proféták, a
Ketuvim és a Neviim, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Kodes nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait kinek az atyának, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Természetesen ez elsősorban Izraelnek szól, hiszen ők az a nemzetség, azonban mindenki, aki ezen az úton jár, úgy kell élnie, ahogyan a másiák élt. Ő hirdette az atya dicsőségét, ez a mi feladatunk. Majd a végén kiderül, hogy ki kicsoda, kinek mi a feladata, addig azonban mindenki teszi a dolgát a lehető legjobban. Ha azt mondja, hogy választott nemzetség, királyi papság, akkor ez szerint mindenki, aki ezen az úton jár, az a királyi papságnak a része. Avri zsidókhoz 13.15.16 így szól, annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Elohim elé, akár csak a pap vitte az áldozatot Elohim elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajaknak gyümölcsét. Ez az, ahogyan az ember viselkedik, ez az áldozat, amit ez a papság felajánl. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Elohim. Ez a papság feladata, ez az ember feladata, hogy hirdesse az ő dicsőségét a világban. Szépen lassan körvonalazódik az, hogy az ember maga ez a templom, amelyben a Ruach HaKodesh lakik, és az ember hirdeti az atya dicsőségét Ruach vezetésével, mint egy pap tette azt korábban. Hoseás 14.3 így ír. Vigyetek veletek beszédeket, és térjetek vissza Jahuához. Mondjátok néki, védjen minden álnokságot, és fogadd el azt, ami jó, és ajkaink túlkaival áldozunk. A dicséret az, ami megfelel az áldozatnak, annak az áldozatnak, amit a templomban bemutattak, és ez Hóseás 14-es fejezet 3-as versben található. Tehelim, Zsoltáros 141, 1-es, 2-es vers így szó. Ez ugye Dáud ír. Jahua, hívlak téged, siessén hozzám, figyelmezz a szavamra, mikor hívlak téged. Mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, mint a füst a füstölő, amit égettek a templomban, kezem felemelése estvéri áldozat. Az imádság és az ember alázata az, ami az áldozat ebből a templomból, ami mi vagyunk. Ez Daud nagyszerűen értette, már akkor úgy tűnik. Pontosan tudta, hogy az, amire az atya vágyik, az engedelmesség és alázat. Ez az az áldozat, amit az embernek meg kell hoznia annak érdekében, hogy eljusson oda, ahova szeretne, mint a földi templom, melyben a Ruach HaKodesh lakik, mint egy pap, aki hirdeti az atya dicsőségét itt a föld, mint egy mozgó sátor, egy templom. Saul így ír a rómaiakhoz írt levelének 15. fejezetében, hogy legyek a Jahusá másiák szolgája a pogányok között, mint egy pap azért munkálkodván Elohim jó hírében, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt. Ez az, amit ő a feladatának tekintett. Segítse ezeket az embereket, úgy, mint a papság, hogy közvetít az atya és közöttük. Én nem azt mondom, hogy mi fogunk közvetíteni az atya, és közöttük, hiszen azt a másiák megteszi. Mi vagyunk azok, akik segítünk az embereknek, akik felébredtek, segítik egymást tovább ezen az úton. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!